Öttögő a sorfal, de földes is odáll még a szélére. Nem sokat lát így belőle a kapuvédő. Bakos most csavar, és gyönyörű gól! Jól tette Bakos, hogy mindenkit elküldött. Onnan remekül nyeste a labdát a sorfal fölött, be ide a rövid felső sarokba. Ezzel bebiztosította számunkra remélhetőleg a győzelmet. Nem véletlen rohan ki a kapujából Farkas Balázs is, hogy örüljön Bakos góljának, hiszen a 87. percben megszereztük a második gólt egy mesteri szabadrúgást követően. Bakos tehát a jobb felső sarokba vágta a labdát. Ezzel már 2-0-ra vezetünk. Sokat vártunk erre a gólra, de megérte, mert nagyon szép találat volt. Mesteri megoldás.